Most már úgyis egy perc van, szóval egy tryt megér szerintem! Üdvözlök mindenkit a mai videóban. A hangsúly főként a head-to-head mérkőzéseken lesz. Kezdjük azzal, amit fontosnak tartok veletek közölni, hogy a Hero, illetve a Mystery Signings eventek a végéhez közelednek. Itt látható, hogy mi mikor ér véget. Mindkét event szerintem egy stabil event volt, de búcsút kell intenünk tőlük, szóval aki még a Heroes eventbe akarna foglalkozni dolgokkal, az igyekezzen, mivel szeptember 22-ig még játszhat az eventtel. Én is ezt csináltam, ma szedtem kép egy Mascheranót onnan, és még meglássuk, hogy a maradék napokban mihez tudok kezdeni. Na de visszatérve a Retro Starshoz, mivel ma csütörtök van, felnyílt a Week 4-es fül is, és lejátszottam itt mindent, ezért cserébe már csak a pontokat kell elköltenünk. Mindjárt megmutatom azt a mérkőzést is, amit lejátszottam a 2000 gemért, de most ez minket annyira nem érdekel, hanem inkább ez az egész retro revált szekció. Kiszedünk egy Mascheranót kezdésből, az egy fontos dolog. Gyűjjenek csak, hiszen kelleni fognak ezek nekünk, majd amikor szeretnénk csapatot fejleszteni. Az 1000 gemet sem hagyjuk itt 200 pontért, megéri. 60.1 millió 500 ezer zseton is megéri. És akkor már 1400 pontért kellenének ezek a dolgok, ugye a Week 4-ben vagyunk, Week 3-ból sem tudunk semmit, esetleg itt is a másfél millió zsetont elklémelem. Amit meg fogok tenni majd a következő részben, kigyűjtök annyit, hogy egy 97%-as közti játékost megkapjunk, és akkor az eventet ki is maxoltuk, és hát ennyi igazából a retróról, ennyit kell tudni jelenleg. Vigyétek ti is ki, amit tudtok, ügyeljetek itt a mérkőzésekkel, mert ha egyet elrontotok, akkor előről kell kezdjétek, és ennyi akkor. Ahogy láthassátok, 16.000 gemem van, ez azért történt meg, mert megvettem a Universal Token-es offert, tudjátok szerintem melyikről van szó, és ugye a head-to-head mérkőzés is, ami ma jött be a szokásos retro fülnél, azt is lejátszottam, és most ez bemutatásra kerül. Hamarosan elérjük a 10.000 feliratkozót, egyszerűen hihetetlen. Viszont még egy kis munka hátra van, ezért még egy utolsó segítséget kérnék, persze csak ha szereted a munkásságom. A sok visszajelzés, szerencse a csomagokkal a feliratkozóim között magukért beszélnek, szóval ha szeretnél még több ilyen izgalmas pillanatot látni, növelni a saját szerencséteket, iratkozzatok fel a csatornára. Ki tudja, talán a következő csomagban pont neked kedvez a szerencse. Köszönöm a támogatást, srácok, és akkor kezdjünk neki. Gyorsan bemutatnám egyenként, hogy hogy állok Division Rivals-be. Versusetek szerintem a World Class egy simán meg lesz, a Lega 3 meglássuk. Head-to-headben jelenleg 932.000 kupán, ami meglepően jó, de láthassátok, elég göröngyeges itt már a mutató. Manager módban pedig jelenleg úgy állok, hogy most két mérkőzés múlva, ha mindkettőt megnyerem, meg leszünk Legendary 3-asok, meglássuk, hogy ez összejön-e, jó esély mutatkozik rája. Bemelegítésként a gemes mérkőzést szeretném lejátszani. Itt ha úgy van, még magasabb kupás ellenfeleket kapunk. Erről van szó, 966.000, húha, jó bemelegítő mérkőzés lesz. Fontos lenne nyerni, mert csak így kapnánk meg a gemet. Meglássuk, összejön-e. A csapata érdekes, mert teli van régebbi lapokkal, de ezek mind fel vannak jól fejlesztve, szóval biztos vagyok benne, hogy nem hiába van ilyen magas kupán, és rengeteg gondot fog okozni nekünk az ellenfél. Ott megvan Laudrupnak a labda, meg volt, de kiharcol egy bedobás, szóval végső soron újra miénk a labda. Na, ezt kéne megbecsülni, mert ritkán adódik olyan lehetőség, hogy egyből az ellenfél hozzánk adja a labdát, nyilván véletlen volt, nem akarattal. Szóval lássuk, egy kicsit lehet taktikázni is fogok, de egyelőre jó ez a balansz taktika, de hogyha nem sikerülne, akkor taktikát fogok váltani. Lássuk ezt a helyzetet, középen ott volt Rice, sajnos jól blokkol az ellenfél. Megvan a labda Douglasnál. És ezt, hogyha megpower shutoljuk véletlenül, mi történik, azt a mindenit? Vezetünk egy nullára, ez engemet is meglepett, hogy bepattant a kapuba. Jól van, furcsa gól, Douglasnak most elsült a jobb lába. Az az érdekes, hogy eddig még nagyon power shutokkal nem mertem próbálkozni, mert úgy voltam vele, hogy hát nem igazán jönnek össze, és most erre fel Douglas egy hatalmas gólt szerzett, és egy 966.000 kupás ellenféllel szembe, aki mégis jobb, mint én. Mindegy, lehet, hogy túl OP-k lettek valamilyen frissítés által a power shot-ok, nem tudom teljesen.
Felálltam e tekintbe, és ha előíváljuk a labdát, talán valaki befejelheti, legalábbis én így gondolom. Ramíreznek a labda meg lesz, Dembélé, lehagyjuk szépen Ribérynek. Így de rossz volt ez a passz, pedig rengeteg potenciált rejtett. Kicsit elsiettem Ribérivel, be kell látnunk, de nem baj, visszaállunk defendingbe. És ügyelnünk kell, mert ez a Ronaldo gyerek elég gyorsan fut, de elegen vagyunk bent, talán ebből nem lesz probléma. Elcsúsztunk. 1-1. És az az igazság, hogy jogos gól volt. Ott jót csinált a Ronaldóval, amit csinált, de én is nagyot hibáztam a védelem elcsúszásával. Én nem tudtam, hogy ilyen gyors ez a Ronaldinho, de az a baj, cselezni nyilván tud, hát Ronaldinhóról van szó. És ott kettő közt elmegy Manyán. Hú, megúsztuk. Ez a Ronaldinho gyerek széteteti az egész csapatot. Rice, Moika, huha, szinte gólt kaptunk. Millimétereken múlt, és azon, hogy Moika jól helyezkedjen. Ronaldo szerencsére nem adja ki Ronaldinhónak ott célre, tőle félek a legjobban. De ami késik, nem múlik. Ronaldinho Cannavaro néz vele szembe, és az veszélyes lehet. Manyán lehúzza szerencsére. Azért egy pillanatig azt hittem, hogy ez, mint amilyen ez a helyzet is, na mindegy, ne beszéljünk, mert rontom el a dolgokat. Douglas. Most kellene valamit csináljunk, de Dembélé elszúrja. Azt hittem, hogy eladjuk a labdát, kicsit kapkodunk. Ez az egyetlen nagy baj. Jelenleg a játék stílusunkkal. Ami tényleg hatalmas baj, megint Ronaldinhónak adunk területet ott. Double defendinggel, hát ha meg tudjuk oldani, Cannavaro azt jól megcsinálja, és akkor 78. percben mi mehetünk egy kontrát. Na de végleg valami értelmeset kellene ott. Jó a passz eddig Dembélé. Ilyen gyors ez a Carlos, utoléri mindjárt Dembélét, és ott az a labda. Megmarad Dembélénél szerencsére, Rice. Nem oda akartam adni, de így is megfelel. Douglas, megint egy power shot, inkább ne, Ramírez. És ha le tudtunk volna fordulni Valverdével, vagy ez oda pattanjon, elmentünk volna 2-0-val. Mindegy, most már 90. perc, szóval szerintem, nem is szerintem, hanem tényleg, a bíró lefújja. 1-1, kemény 1-1 volt, az ellenfél slightly egy kicsivel jobb volt. Az a Ronaldinhós, azok a cselek, hú, rémálmaim lesznek tőle. Azt mondom, hogy még egyszer újra próbálom, de most már csak a highlightokat vágom be. Most már sikerrel járunk, mert ha nem, akkor érdekes lesz, hogy a mai videó ezzel fog eltelni. Kíváncsi vagyok az ellenfél csapattára, ami hát a Jamás van der Sar nagyon kiemelkedik. Szélen Dembélének kell adnunk a labdát, és középen ott van Ribéry. Sajnos nem tudta lefejelni, és ez sem jut el senkihez. Jó ez a labda eddig, jó a lefordulás is, és üresen van Ribéry! Gólhelyzetbe kerülünk, van der Sar, nem hiszem el! És ezt véletlen rálövöm. Ki kéne ugratnunk Douglast, sikerül forma, de ketten rajta vannak, de visszaadott labda nagyszerű, és megint kapura törhetünk Ribéryvel, ki pattanott, legalább lőjük be! Ezt a van der Saros mindenit nem hiszem el, én következőbe kapust fogok venni, és van der Sart, ha ilyen jól véd. Középen, ugye? Nyilván ez az egy helyzete van. Nem baj, indul szélen. Laudrup, visszaadjuk. Dembélé. Jó, Douglasnak a labda is szorít az időt, rá fogom lőni, mert ugye tud Pavel satolni! Megint összejön! Kenny Douglas! Micsoda erő van abba a lábba! Másodjára is összejön a Pavel sát, hihetetlen! Ezt hamarabb meg kellett volna tudjam. Tökéletes eddig, és a területek megnyílnak szépen, Ribéry. Ott van rajta Van Dijk, de okosan kell cselekednünk. Rálövi! Bent van! Mi van itt? Kenny Douglas parádézik. Azt a mindenit, az ellenfél ki is lép, olyan szép gólt lőttünk. Kapásból nem veszi át Douglas, és tökéletesen célozza a kapuba. Hihetetlen. Na, ahogy kilépett az ellenfelünk, azóta én se játszottam komolyan ezt a mérkőzést, a 2-1-es eredményt megtartottuk, szóval a küldetést teljesítettük. Szerintem nagyon szépen játszottunk ott, Van Dijk. Van Dijk. Van der Sar hatalmasokat védett. Konkrétan 4-1 is lehetett volna az eredmény, ha ő nincs az ellenfél kapujába. Az érdekes dolog egyébként, hogy az ilyen nagy power shotokat hogyan nem védi ki egy ilyen kaliberű kapus. Nézzük is vissza ezeket a helyzeteket, mert hatalmas gólok voltak.
Az első power shotos. Nézzük. Dark is, ahogy labdát kap, megcsinálja azt az open up fake shotot. Terület nyílik előtte, és ott a gól. Hihetetlen, ezzel miért nem jöttem rá hamarabb, hogy ilyen OP ez a power shotolás. Többet kell használnom nyilvánvalóan, ha ilyen jó. De azért furcsa még örökké ez, hogy én is kaptam ilyen gólokat, és nagyon idegesít, hogy ez összejön, és a cikkpakra üresre kijátszott helyzeteket pedig nem tudom belőni, szóval zavaró ilyen szempontból, de hozzá kell szokni ahhoz, hogy mi a meta ebbe a játékban, mert különben nem tudsz haladni felfele, és ez ilyen egyszerű, és ilyen szomorú is egyben. Most térhetünk rá a tétmérkőzésekre, remélhetőleg nagyot tudunk haladni, fel kéne jutnunk 950 ezer kupára. Az első ellenfelünk elég kemény lesz. Van egy Gold Salah is, hú, hát ez nekem nagyon nem tetszik, az ilyenek szoktak nagyon csalókák lenni, és ezektől kapunk ki nagyon-nagyon, de koncentrálni fogok és nem engedem a nagy vereséget, sőt győzelemre megyünk. Ugye ez a Nico Williams egy eléggé OP lap, mivel gyors játékos, a leggyorsabb LV a játékba, sőt megkockáztatom, hogy az egyik leggyorsabb játékos is, ez komolyan most szabadrugást ér az ellenfélnek. Jó, itt úgy állnunk kell, mert a szabadrugások nagyon könnyen a kapunkba landolhatnak. Erről van szó. És ez ellen nem nagyon van mit csinálni, ha jól elkapja a technikát, akkor berúgja. És talán nem Ramirezzel, a nagyon alacsony Ramirezemmel kellett volna oda befussak, hanem egy Van Dijkkal, de ez ilyen nagy, te kicsit gyorsan kell gondolkodni, és most sajnos megszívtuk. Ú, Dembélé előtt mekkora terület van, vagy Laudrup előtt, megszoktam, Dembélé van ott. És Ramíreznek jó lesz a passz, Neuer! Kivédi, nem hiszem el, pedig megint milyen szép helyzetet tudtunk kialakítani. Sajnos meg gól kis lesz. Megint Williams, persze. Ilyenkor az a taktika, hogy hátrafele húzódol kicsit a szélsővédőt, de mint ahogy láthatátok, Laudruppal tettem, miért adom el a labdát, és olyankor kicsit könnyebben oda tud a belépővel lépni a játékosunk. Lássuk, ebből tudunk-e valamit kialakítani, mert még 2 perc van a hosszabbításból. És elszúrom sajnos, fél időben pedig 0-1 egy eléggé szerencsétlen szabad rugásgóllal vezet az ellenfelem. Az faul gyanús, mindegy, így lehet jobban kijövünk, Ribéry. Jó, a visszafordítás, Valverde! Kapufa onnan! És ezt megint rálevem a kipattanó, nem hiszem el, mekkora helyzeteket alakítsak még ki. Nagyon szerencsétlenek a játékosaim, erről ennyit. Double Deffel nem kéne rámenni mondjuk pont Ronaldo rakóit. És a belépő sajnos sikertelen. Hú, ott Cannavaroval szerencsére pont időben érkezett a belépő. És akkor van közel 10 percünk játékidőben, ami nagyon kevés. Nem is tudom, hogy lesz-e legalább egy olyan gólhelyzetünk, mint az előbb Valverdével, amit ugye nagyon szépen a kapufára tolt. Még örökké zavar, mindegy. Lehet javítani szerintem Valverde. Nem, már Van Dijk nagyszerűen. Sajnos jól lép be. Kipattanó sincs meg. Jó, akkor szerintem ez a mérkőzés itt ennyi volt. GG. Jön is a készfogás. 0-1. Teljesen igazságtalan szerintem. Nem, szavaim nincsenek erre a mérkőzésre. Nagyon hatékonyan ki kell használni a helyzeteket. Mint az ellenfélnek. Az az egy helyzete volt, láthattátok itt a statisztikákból is. Gólra váltotta. Mi meg a nagy helyzeteinket sajnos nem tudtuk. Jöjjön a második mérkőzés. És hoppá, kapunk egy magyar ellenfelet, az igen, remélem jó mérkőzést fogunk játszani. 89-es attacking, ez is gyanús lesz, higgyétek el, olyan lesz, mint az előbb a Salah helyzet. Van egy érdekes csatárót felmaxolva, vagy nem tudom, ez gyanús, ügyeljetek. Most megjósolom, hogy itt valami kabarék fognak történni. Ramirez nagyszerűen lép ki Cannavaro, és egy gyors kontrát hamar végre tudunk hajtani. Visszaadjuk szélre Ribérynek, Valverde, és ez a passz sajnos rossz lesz. Ramirez ott, hát igen, ez hiba, és ez a Pedro gyerek. Az a kérdés, hogy a labda ott konkrétan hogyan fért el Manyán alatt, vagy valami. Jó, hát ez is egy ilyen nagyon apróságon múlott gól volt. Nagyon kezd zavarni már a head-to-head, ha ilyenekből fogunk kikapni. Jó, ott elnézi sajnos az ellenfél, vagy nekünk. Ez nyilván jól jön. Dembélé indul. Dalglish, ez neki talán jó is lehet. Egyből akartam lőni másodjára.
mi történt? Fault, komolyan. Jó, ez már vicc kategóriás. Hoppá, ott elnézem, pedig lecselt sem kellett csinálni, Ramirez szerencsére megszerzi a labdát, és akkor itt a fél időhöz is fogunk érkezni. Tesó, hát mi a bajod? Meg szabad kérdeznem. Nem gondoltam, hogy a magyar community-be is vannak toxik emberek, de sajnos most úgy tűnik, hogy egy ilyenbe ütköztem, és az a legfájóbb, hogy magyar ellenféllel játszok, akiket kiváltképpen jobban tisztelek, de ez ilyen nagy játék, akárki, akármilyen személyiségeket felvehet, a passz meg nem jut el, miért kell az utolsó pillanatig kivárnom? Na jó, Ribery, power shot, jó a Kompany belépő blokk, sajnos, kipattanó, vagy valami Valverde, de nem tud labdát szerelni, nem kapjuk a helyünket. Tehát az a Pedro gyerek hihetetlen, hogy elfutott körülöttünk, Cannavaro az kifejeli szerencsére, miért nem jut az embereimhez el a labda örökké? Nem értem, és most lesz egy szöglet. És nézzétek meg, úgy járunk, hogy szögletből kapjuk a második gólt. Hihetetlen, na! Az előbb beszéltem a toxikusságról, de megint ezzel az emojival jön. Mindegy, engemet annyira nem érdekel, de ember, egy kicsit tiszteleted az ellenfélnek, szögletből lőtted a gólt. Most megint nem jön össze nyilván, amit akartam, de... Jó, ez a mérkőzés nagyon úgy tűnik, hogy ennyi volt, de próbálkozni kell. Ramirez, Douglas, Riberynek jó a labda, egy power shot, ami nagyon gyenge lett, de ott Douglas talán ki tud harcolni valamit. Sajnos nem. Vagy talán mégis ki tud harcolni valamit, egy jó csavarás, 2-1, gyerünk, még van 10 percünk. Valamit kell innen alakítani, mert nem érdemlünk ennyit ebből a mérkőzésből. Rohamosan telik az idő. És nincs labdaszerzés, Ribery, jó, utolsó, tényleg utolsó. Só helyzetünk lett volna, még megvan a labda, az a baj 90. perc, és ez nem tudom mennyit enged a bíró, hát ennyit. Jó, hát kikaptunk, megint double vereség, de az ellenféllel lepocsizunk, remélem, hogy hát még viszonozást se kapunk, mindegy, már elosztottuk, de annyit mondhatok nektek, hogy ne erről a gyerekről, erről a magyar gyerekről. Vegyetek példát, fair play ügyileg sajnos a sportmanship benne nem volt meg, de sajnos vagy nem sajnos elindultunk egy lejtőn, amit kellene javítanunk. De ezt majd következőben.